Az elmúlt egy évben az már biztossá vált, hogy a Covid-oltás nem állítja meg a koronavírust, mint ahogy az is bizonyossá vált, hogy oltott és oltatlan egyaránt képes fertőzni, ezért felesleges és rendkívül káros bevezetni bárhol is a kötelező oltást, ezt régóta képviseli már a Mi Hazánk mozgalom. Mégis most Karácsony Gergelyt kell felszólítanunk arra, hogy bizonyos fővárosi fenntartású intézményekben azonnal szüntesse be a kötelező Covid-oltást, mert ezzel rengeteg dolgozó életét lehetetleníti el, nagyon sokan hagyták el munkahelyeiket, erről nagyon sok visszajelzést kaptunk és megkeresést, még a választások után is. Mint emlékezetes, Gulyás Gergely tavasz folyamán bejelentette, hogy a kormány a Covid intézkedések nagy részét visszavonja, de a veszélyhelyzetet továbbra is fenntartották, és lehetővé tették a kötelező oltást az egészségügyben, a szociális ágazatban és a honvédségnél is. Karácsony Gergely pedig ezzel a lehetőséggel továbbra is él, és bizonyos fővárosi fenntartású intézményekben továbbra is kötelezi a dolgozókat az oltás felvételére, ezért még egyszer nyomatékosan mondom, hogy felszólítjuk Karácsony Gergelyt, hogy vonja vissza ezt a diszkriminatív intézkedést. És végezetül szeretnék reagálni egy kritikára, amely a Mi Hazánk mozgalmat érte az elmúlt hónapokban, de lehet akár azt mondani, hogy az elmúlt egy-két évben is. Az a vád ér minket, illetve az a felvetés fogalmazódik meg sokakban, hogy egy rendpárti mozgalom mégis hogyan képviselhet ilyen úgynevezett liberális szabadságjogokat. Teljes mértékben félreértelmezése ez az egész helyzetnek. Mi valóban rendpártiak vagyunk, ezért azt szeretnénk, hogy a tanár rendben taníthasson, a tűzoltó rendben oldhassa a tüzet, a szociális dolgozó is rendben végezhesse munkáját, és itt a hangsúly a rend szón van. Én azt gondolom, hogy ennél rendpártibb felfogás nem is képzelhető el.